Taktabálynak a kis több mint 600 fős településnek idén új polgármestere lett. Rézműves János a község első embere szeretne egy összetartó közösséget kovácsolni az ott élő emberekből. Szeretné, ha az ellenségeskedést felváltaná a békés, tisztességes együttélés. Ezeknek a gondolatoknak a mentén fogalmazódott meg benne és a képviselőtestület tagjaiban, hogy hagyományteremtő jellege szeretnének közös, községi adventi gyertyagyújtás szervezni vasárnaponként a szeretet ünnep előtti hetekben. Rézműves János szólt arról, hogy ez egy nagy dolog a község életében, hiszen eddig közös adventi gyertyagyújtás nem volt még. Taktabályású emberek kiemelte, hogy ezek az alkalmak segítik az embereket ráhangolódni a szeretet ünnepére és Jézus Krisztus megszületésére. A családoknál volt adventi gyertyagyújtás. A faluban közös adventi gyertyagyújtás még nem volt. Ezt a hagyományt, hagyományteremtő célral indítjuk el, és szeretnénk minden éven, minden vasárnap meggyújtani egy-egy gyertyát. Szeretnénk a falut teljesen összekovácsolni. Országgyűlési képviselő urat hívtuk meg azért, mert képviselője, nagyon sokat segít nekünk, köszönjük a segítségét, illetve a képviselők voltak még itt. A vallást azt nagyon szeretnénk előtérbe helyezni a faluba, ezért református lelkésznőt is meghívtuk, valamint az óvodások, iskolásokat, és a közeljövőbe szeretnénk falunk kívüli embereket is bevanni ebbe a ünnepi gyertyagyújtásba. Rengeteget kell dolgozzunk, nagyon-nagyon sok munkánk van. A falunak a 60%-a ugye elment, elköltözött, elmentek tanulni, ott maradtak, nem jöttek vissza. Sajnos eléggé széthúzott a falu, ez abból is adódik, hogy nem voltak rendezvények, mi ezt próbáljuk, hogy, hogy összekovácsolni, egy, egy igazi közösséget formálni. Konc a térség országgyűlési képviselője osztotta meg a településen élőkkel a lelki felkészülés és a várakozással kapcsolatos gondolatait. Az országgyűlési képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az időszakban fokozottabban érdemes embertársainkra odafigyelni és segítséget nyújtani, ha bajba kerülnek. Az a fontos, hogy az ünnepek előtt elcsendesedjünk és magunkba nézzünk. Konc Ferenc szerint meg kell őriznünk a kereszténységet, amiért őseink oly sokat harcoltak. Madaras írma a református lelkipásztora 37. Zsoltár légy csendben, és várj az óra kezdetű verséből mondott el részleteket. A lelkipásztor elmondta azt, hogy meg kell tanulni az embereknek Isten szavára figyelni, és az ő hívására hallgatni. Hozzátette, hogy a legszebb ajándékot karácsonykor kapjuk majd meg, amikor Krisztus eljön hajlékunkba és a szívünkbe. Ezután a helyi óvodások és általános iskolások adtak elő az alkalomra készített műsort. A gyerekek produkciója után Rézműves János polgármester és Konc Ferenc országgyűlési képviselő közösen kapcsolták fel az ünnepi fényeket az emlékműkertben.